A pályaorientációt segítő JEEP annak a pályázati programnak a része, amelyet a Nyíregyházi Egyetem nyert el és valósít meg 2017. júliusától 2020. júniusáig. Ennek célja az oktatási intézménybe jelentkező fiatalok számának növelése, egyes szakok népszerűsítése és annak bemutatása, hogy ezek az életpályák milyen lehetőségeket jelenthetnek. Nem csak az egyetemek kapcsolódnak be ebbe a programba, hanem a vállalatok is, a gyárak is. Tehát ezt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy több oldalról mutassuk meg a diákoknak azt, hogy míg a pedagógus megmutatja, hogy mi van a tankönyvekben, ez hogyan működik a természettudományban, a természetben, a környezetünkben. Mi megmutatjuk azt, hogy a továbbtanulásuk során ezeket az ismereteket mire fogják fordítani, hogyan lehet kutatásokban, projektekben közreműködni, és hogyan lehet majd ezzel olyan diplomát szerezni, amire majd a jövőben szükség lesz, egyre nagyobb szükség van, azt tapasztaljuk, és a termelésből jött szakemberek pedig mellénk állnak abban, hogy motiválják, biztassák nem csak a középiskolásokat, mert az egyetemistáknak is kell, hogy a lemorzsolódás csökkentsük, hogy igenis szükség van a te szakterületedre egyre inkább, mert nagy hiány van a mérnök pályán, egyre inkább lesz fontos a diplomád, és hogyha ezt a projektet, vagy ezt a tanulmányt te megtanulod, elvégzed, akkor bizony a mi területünkön, a gyár, a vállalati kultúrában megállod a helyed, és egy nagyon kiváló szakember fog belőled válni. A program egy 40 órás képzést ad a fiatalok számára, ami alatt megtanulhatják, hogyan kell robotokat programozni, a tudást hogyan tudják a gépgyártás technológiájában alkalmazni, valamint különböző szimulátorok és élménylaborok állnak a hallgatók rendelkezésére. Ezek a matematika, informatika, műszaki pálya, kémia, fizika, biológia és földrajz szakirányokhoz adnak rálátást, hogy a hallgatók tisztában legyenek azzal, a diplomájukkal mi vár rájuk a munkavilágában. Ez a 40 órás program, ez kétszer fog futni a Nyíregyházi Egyetemen, már most elindult ebben az évben, és jövőre is tervezzük még egyszer, hiszen úgy tűnik, hogy népszerű, de még mindig nem elég népszerű. Tehát a jelentkezési adatokból az látszik, hogy ugyanez van, hogy mondjuk 20 főre hirdettük meg, és 15-en jelentkeztek be. Tehát mi azt gondoljuk, hogy lehetne még népszerűsíteni a programot, még mindig nem eléggé agilisak a fiatalok ezen szakterületek irányába, pedig nagyon hasznos dolgokat kapnak ez alatt a program alatt, hiszen olyan szakemberekkel találkoznak, nem csak egyetemi oktatókkal, professzorokkal, hanem a termelésből jött szakemberek is bekapcsolódnak ebbe a programba, ahol már olyan képzéseket kínálunk, amivel majd az egyetemen fog találkozni. A pályázat a Nyíregyházi Egyetem koordinálásával valósul meg, konzorciumi partnere az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség. A szervezetet olyan hazai vállalatok hozták létre, akik elkötelezettek a műszaki és mérnöki képzések fejlesztése, a végzett hallgatók és szakemberek ezen területen való munkába állása iránt.